Sziasztok, középsulisok! Elkísértem Tibit a Grundra, a vekerlések törzs helyére, ahol dr. Balog Imrével, a Vekerle Sándor üzleti főiskolának a rektorával fogunk találkozni, akitől a tovább tanulási lehetőségekről fogunk érdeklődni. Jó napot kívánok, Tóth Tibor vagyok. Balog Imre. Bodony Barbara. Balog Imre. Foglaljanak helyet. Köszönjük. Köszönjük. Rektor úr, milyen szakok vannak ezen a főiskolán? Ezen a főiskolán kétféle képzési területre képezünk szakembereket. Az egyik a gazdálkodási képzési terület. Itt több szakunk is van. A legfontosabb talán a gazdálkodás és menedzsment. A következő gazdálkodási képzési területre tartozó fontos szakunk a pénzügy és számvitel. Emberi erőforrások nevű szak, nemzetközi gazdálkodás nevű szak, illetve kereskedelem és marketing. És ezen kívül van informatika képzési területre tartozó szakunk, ez pedig a gazdasági informatikus szak. Ezek mind alapképzési szakok. Azon gondolkoztam, hogy több szakot is elvégeznék. Önöknél esetleg van levelezői tagozat? Igen. Ugye a felsőoktatásban négyféle munkarendben lehet tanulni. Az egyik a nappali, ugye ez a legnépszerűbb, és a következő pedig a levelező munkarend. A mi főiskolánknak az a specialitása, hogy az idei tanévig csak levelező tagozaton volt képzés. Az idei tanévben van először nappali tagozatos évfolyamunk, és azt szeretnénk, hogyha több hallgatónk lenne, aki nappali tagozaton tanul. Úgyhogy a kérdésre az a válasz, hogy igen, van levelező tagozat, méghozzá ez a főiskolának a fő profilja volt egészen idáig. A hátralévő időben tudunk valamit tenni azért, hogy magasabb pontszámokat érjünk el? Persze, többet tanulnak. Például van egy lehetőség a főiskolán, matematikából és idegen nyelvből tartunk ingyenes kurzusokat a középiskolás diákoknak, azért éppen, hogy megkönnyítsük a felkészülésüket, és jobb eredményt éljenek el az érettségi vizsgán, akár nyelvből, akár matematikából is, hát ezáltal növeljék az esélyüket a bejutásra, és hát el kell mondjam, hogy civilben én pont matematika tanár vagyok, úgyhogy az egyik kurzust én fogom vezetni. Ez nagyszerű. És egy olyan kérdésem lenne, hogy csak azok jöhetnek erre a felkészítőre, akik a Vekerlére szeretnének járni? Természetesen nagyon szívesen vennék, hogyha mindenki, aki erre a felkészítőre eljön, az hozzánk jelentkezne, de ezt nem kötjük ki. Tehát bárki jöhet a felkészítőre, és szeretnénk, hogyha a felkészítés során megérlelődne benne az elhatározás, hogy a mi főiskolánkra jön tanulni. És ha ez egy magániskola, akkor én már nem is kaphatok ösztöndíjat? Hát állami ösztöndíjat nem kaphat, mivel hogy nem állami az iskola, de magánösztöndíjat kaphat. Ugye ez azt jelenti, hogy a főiskola fenntartója nem a magyar állam, mint az állami egyetemek és főiskoláké, hanem egy magánszemély, illetve egy szervezet, egy cég. És ez a szervezet, illetve ez a cég, nevezetesen Szakács Fülöp elnök úr, ajánl fel ösztöndíjat minden évben arra érdemes diákoknak. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Most már mindent tudok. Hát minden talán nem, de hogy hozzánk jön tanulni, akkor sokkal többet fog tudni.